A megyei főügyészség vádirata szerint a vádlott 2016. június 27-én elment a Nyírbátor és Nyírbogát közötti telepre, ahonnan elektromos vezetékeket, résztárgyakat és kötésdobozokat akart ellopni. A telep biztonsági őre észrevette a lopási kísérletet, és a közeli erdőig követte a vádlottat, majd megpróbálta a helyszínen tartani. A 48 éves Nyírbátori férfi azonban kést rántott és szívtájékon szúrta az őrt, aki életveszélyesen megsérült. A néhány órával később a rendőrök elfogták. A nyíregyházi törvényszéken megtartott keddi tárgyalási napon szakértőket hallgatott meg a bíróság. A szakértői vélemény szerint a vádlott indulatból a leleplezéstől félverántott kést és szúrta meg az ört. A bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt és nem szenvedett kóros elmeállapotban. A büntetőpert további tanúk meghallgatásával folytatja a bíróság, ítélet később várható.